Sziasztok! Arra gondoltam, hogy bejelentkezek és készítek egy videót, hogy megosszam veletek a gondolataimat a pozitív hozzáállásról, pozitív gondolkodásról. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, főleg most ebben a helyzetben, így a koronavírus kapcsán, mert tényleg azt tapasztalom, hogy sajnos a hírek, rémhírek, információk nagyon le tudják húzni az embert, és tényleg nagyon sokan pánikolnak, aggódnak. Nyilván van alapja, de sajnos, hogyha aggódik is az ember, van egy helyzet, van egy rossz helyzet, és tényleg csak aggódsz rajta, attól sajnos a rossz helyzet még ott van, nem fog elmúlni, viszont te fogod rosszabbul érezni magad. És ezért fontos szerintem, hogy átgondoljuk ezt a pozitív hozzáállást, pozitív gondolkodást, és én megosztom veletek, hogy például egy ilyen helyzetben hogyan tudjátok megváltoztatni a hozzáállásotokat. Például, ha elővesztek egy könyvet, egy régi könyvet, amit már nagyon régen nem olvastatok, vagy ott van a polcotokon, nem olvastátok még el egyáltalán, akár egy motivációs videót meghallgatni, egy jó filmet megnézni, nem horrort, nem ilyenre gondoltam, hanem valami, akár egy vígjátékot, akár egy bármit, ami pozitív érzéseket kelt benned. Én is tegnap este már kikapcsoltam az internetet, nem akartam több negativizmust beengedni, és elővettem egy könyvet, megmutatom nektek, a Szabó Péter és Brian Tracy az Önfegyelem ereje című könyvét, és én még este ezt olvastam, és most meg szeretnék veletek osztani ebből pár sort, mert hát főleg ebben a helyzetben ugye szerintem fontos ennek a mondani valója. Ugye mindenkinek vannak álmai, céljai, tervei, de sokszor nem mer tenni érte, nem hiszi el magáról, hogy azt elérheti, nem hiszi el, hogy ő azt megérdemli, vagy hogy képes-e rá, totojázik, és szerintem főleg most így, hogy sokan otthon vannak, otthon kell, hogy legyenek, fontos ennek a mondani valója, úgyhogy felolvasnám nektek. Miért van az, hogy egyesek sikeresebbek másoknál? Miért keresnek több pénzt, élnek boldogabb életet, és érnek el több eredményt ugyanannyi év alatt, mint a nagy többség? Mi a siker igazi titka? Ha megkérdezzük az embereket, hogy hányan szeretnék megduplázni a jövedelmüket, mindenki igennel felel. Vagy ha azt a kérdést tesszük fel nekik, hogy szeretnének-e lefogyni, egészségesebbek lenni, jobban gazdálkodni az idejükkel, vagy éppen kikászálódni az adósságokból, és elérni az anyagi függetlenséget, természetesen ismét mindenki igennel felel. A legtöbben mégiscsak tervezik mindezek megvalósítását valamikor a jövőben. A jövő héttől, a jövő hónaptól, elsőjétől, és itt tovább. Mielőtt hozzálátnak, úgy döntenek, hogy elutaznak egy kellemes vakációra, valahova, amit úgy hívnak, majd egyszer sziget. Azt mondják, majd egyszer elolvasom azt a könyvet, majd egyszer nekilátok annak az edzéstervnek, majd egyszer fejlesztem a képességeimet, és akkor több pénzt fogok keresni, majd egyszer rendbe teszem a pénzügyeimet, és kikerülök az adósság csapdából. Majd egyszer minden olyan szükséges lépést megteszek, amiről tudom, hogy meg kell tennem céljaim elérése érdekében. Majd egyszer. Nagyjából a lakosság 80%-a él, majd egyszer szigetem, ideje nagy részében. Gondolkoznak és álmodoznak mindarról, amit véghez fognak vinni, majd egyszer. És vajon kiveszi őket körül ezen a képzeletbeli szigetem? A majd egyszer sziget többi lakója. Vajon mi a fő beszéd téma ezen a szigeten? Nem más, mint a kifogások. Körbeülnek és kifogásokat cserélgetnek azért, hogy a szigeten maradhassanak. Miért vagy itt? Kérdezik egymástól. Nem meglepő módon a kifogásaik nagyjából ugyanazok. Boldogtalan gyerekkorom volt. Nem részesültem megfelelő oktatásban. Nincs elegendő pénzem. A főnököm folyton csak kritizál. Rossz a házasságom, senki nem becsül meg, vagy éppen szörnyű gazdasági helyzetben élünk.
ők egytől egyig a kifogáskór nevű betegségben szenvednek, ami végzetes kimenetelű a sikerre nézve. Őket mindannyiukat a jó szándék vezérli, de mint tudjuk, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. A siker első számú szabálya tehát nem más, mint hogy szavazd ki magad arról a szigetről. Nincs több kifogás, csináld vagy ne csináld, de hagyj fel a kisfogásokkal. Ne arra használd a csodálatos elméd, hogy gondosan kitalált, észszerű magyarázatokat gyárts, hogy miért és nem cselekszel. Tégy valamit, tégy bármit. Haladj valamerre, ismételgesd magadnak. Rajtam áll, hogy mi történik az életemben. A vesztesek kifogásokat gyártanak, míg a győztesek haladnak. Most honnan tudhatod, hogy a kedvenc kifogásod megalapozott-e vagy sem? Nagyon egyszerű. Nézz körbe, és kérdezd meg, van itt valaki, akinek ugyanaz a kifogása, mint nekem, és mégis sikeres? Ha felteszed ezt a kérdést, és kellően őszinte vagy, be kell látnod, hogy sok ezer, sőt, több millió ember létezik, akinek sokkal rosszabb volt, mint neked, mégis csodálatos dolgokat vitt véghez élete során. És mindazt, amit több ezren és millióan megtettek már, te is megteheted. Azt mondják, ha az emberek annyi energiát fektetnének a céljaik elérésébe, mint amennyit a kifogásaik gyártásába, ők maguk is meglepődnének az eredményeken. Szóval, szavazd ki magad arról a szigetről, és kezdj el cselekedni most azonnal. Remélem tetszett nektek is ez a részlet Szabó Péter és Brian Tracy könyvéből. Én azt kívánom, hogy legyen szép napotok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!